Fákkal a jövőért mottóval családi napot szervezett az Élő Fa Közösség Celldömölki csoportja és a Kemenes Vulkánpark október 26-án. A rendezvény keretében 28 facsemetét ültettek el a Vulkánpark környékére, melyel párhuzamosan tudatos életmód előadások, barkács workshop és kézműves vásár is zajlott az intézmény területén. Egy közösségi oldalon megjelent posztból indult, ma már több tízezren követik és támogatják a 10 millió fát Magyarországra mozgalmat, mely országszerte egyre nagyobb visszhangot kap. A kezdeményezéshez nyár végén csatlakozott az Élőfa Közösség Celldömölki csoportja, akiknek aktivistái október 26-ára tűzték ki első megmozdulásukat. Először a 10 millió fával együtt alakultunk meg, a 10 millió fa csoportokkal együtt. Az első Vasmegyében Sárvár volt, és én tőlük szereztem tudomást erről a kezdeményezésről, és így alapítottuk meg a Celldömölki csoportot, ami először 10 000 fa néven futott, de aztán a könnyebb kommunikáció érdekében kiváltunk az országos csoportból, és így lettünk Élőfa Közösség. Viszont az alapelvüket követjük továbbra is, tehát a célunk az, hogy minden embernek legyen egy fája, ne csak Celldömölkön, hanem az egész országban, és mivel Celldömölk lakosság száma 10 000 fő, ezért mi is 10 000 fa elültetését tűztük ki célul. A civil akcióhoz a Kemenes Vulkánpark is társult, ami nem csak helyet biztosított a celldömölki közösség rendezvényének, hanem társszervezőként részt is vett a Fákkal a jövőért meghirdetett családinap programjainak szervezésében. A közel egy hónapos szervezői munka eredményeképpen 28 facsemetét sikerült október 26-án elültetni, a helyek kijelölésében, kiásásában a Városgondnokság is részt vett. A felajánlott faállományt, mely többnyire díszkörte, kislevelű hárs és hegyi juharból állt össze, lelkes önkéntesek ültették el, ezzel is támogatva a példás összefogást. Megkeresett minket a csoport, hogy fákat szeretnének ültetni, illetve hogy egy rendezvényt is kapcsolódnának hozzá, és hogy lennénk a helyszínen ennek, illetve segítenénk a szervezésben, és mi készséggel csatlakoztunk ehhez. A Vulkánpark többféle módon is a környezetvédelem mellett áll, foglalkozások szintjén csatlakozunk hulladékgyűjtő akciókhoz, illetve most ezzel az akcióval, és a Jane Goodall Egyesületet is meghívtuk, és nekik van egy olyan kezdeményezésük, hogy passzold vissza tesó, ez a használt mobilokat lehet visszahozni, és mi eljuttatjuk a feldolgozó üzembe. És a Vulkánparkban lesz ez a gyűjtőpont itt Celldömölkön, Vas megyében itt Celldömölkön, illetve Szombathelyen van még egy ugyanilyen pont. A faültetéssel párhuzamosan a családi nap részeként többféle programba csatlakozhattak be a Vulkánparkba látogatók ezen a napon. A legkisebbek barkács workshopon újrahasznosított madáretetőt készíthettek, a tudatos életmódot hirdetők különböző előadásokat tartottak a környezetbarát ökopalackokról, mosható pelenkákról és sok más érdekességről. A jövő nemzedékére gondolva időkapszulát is elhelyeztek ezen a napon, melybe gyermekek rajzai és elgondolkodtató üzenetek kerültek a résztvevők jóvoltából. Az Élőfa Közösség Celldömölki csoportja a jövőben is tervezi munkája folytatását, hogy elérjék a kitűzött célt, a 10 000 fa elültetését a városban.